ez a szakma furcsa módon eszembe jut Szentkuti Miklós Cicero emlékirataiban szerepel, hogy a színészet tulajdonképpen a legváltozatosabb paritású pálya a világon, mert hol a legcsászárabb császárok művészete, hol pedig a nyilvános házak lakóival azonos értékűvé degradálják, itt az értékűt idézőjelbe tenném, hol pedig a nemzet kultúrájának reprezentánsa, de és ezek az ellentmondások, ezek az állandóan változó kurzusok, ezek tulajdonképpen megmaradnak a színészetben, amíg világ a világ. Ezt valahogy nagyjából ezt írja Szentkuti Miklós, és tulajdonképpen ebben végtelen igaza van, mert a mi pályánk az interpretáló pálya. Holott nagyon sok az alkotó eleme is, tehát magyar az alkotó része. Mert amikor a színész egy szerepet kézhez kap, akkor abban rengeteg olyan lehetőséget talál, amelyet ő tölt ki. Tehát a verbális részen túl az érzelmi részt és a hozzátartozó emocionális részeket a színész rakja hozzá. És ilyen formában már nem csak interpretáló, hanem alkotóművészet is. Ez a szakma mindig is a legjavát adta az életemnek. Tehát műveltségben is, és lelki épülésben is annyit kaptam a színészettől, amelyet azt hiszem más szakmától nem igen kaphattam volna. Színház művészet kategóriában a Nemzetművészetdíj elismerésében részesül Mécs Károly színművész. Kérem, fáradjon a színpadra. A nemzetművészek kitüntetés az számomra olyan megfoghatatlan. Egy olyan szép kitüntetés, egy olyan szép gondolat maga is szép. Tehát az egész művészeti díjnak a gondolata is szép, hogy lehet valaki a nemzetművészek. Hogy egy olyan kitüntetés birtokosa lehetek, amely egy nemzet díja. És ezt csak hálásan köszönhetem